A kormány döntése alapján a kulturális életet korlátozó rendkívüli döntéseket hoztak meg Szexárdon. A Babics Mihály Kulturális Központban a mozi kivételével valamennyi program elmarad március 31-éig. A városnak ebben az esetben az a dolga és kötelessége, hogy végrehajtsa azokat az utasításokat, amelyeket az operatív fő is meghozott. Ennek megfelelően nagy rendezvények elmaradnak a városban, így a március 15-e abban a formában, ahogy el fog maradni. A legfontosabb az volt, hogy a vírus terjedését valamilyen szinten itt helyben is próbáljuk megakadályozni. Ugye ez azt jelenti, hogy a szabadtéri 500 fős, az átéri 100 fős rendezvényeket el kell halasztani. Most ebből a szempontból a Bics Kulturális Központ különös helyzetben van, hiszen nagyon sok olyan rendezvény zajlott és zajlik most is, amelyek ezen létszám fölött vannak. Úgyhogy most március végéig tulajdonképpen a meghirdetett rendezvényeket elhalasztjuk a Bavic kulturális központban és utána pedig ezeket megpróbáljuk valamilyen szinten pótolni. Egy a lényeg, hogy olyan döntéseket hozzon az Operatív szádon is, ami a város lakók érdekeit szolgálja, és minimális a csökkentésedleg a fertőzés veszélyét. Napi szinten kapcsolatban vagyunk az országos törzsel, és így az információ áramláshoz tulajdonképpen naprakész. 293 esemény egészen biztosan elmarad. A kormány döntése alapján a nyilvános rendezvényeket érintő tiltásnak megfelelően, a Babismiel kulturális központot is érinti ez a fajta korlátozás, ami azt jelenti, hogy mi március 31-ig egészen biztos, hogy az összes rendezvényünket lemondjuk, ez több mint 293 eseményt érint, amiről összességében elmondhatjuk, hogy óriási terhet és óriási felelősséget és feladatot ró ránk, hiszen most az összes produkcióval újra kell gondolni és újra kell tárgyalni a, a következő lehetséges időpontokat, és egyáltalán, hogy hogyan fogjuk tudni megvalósítani majd a... a a vírus végén, vagy már amikor az engedélyezett időszakban, hogy tudjuk megvalósítani ezeket a produkciókat. Tehát ez számos kérdést vet fel. Most ami biztos az az, hogy mi március 31-ig akkor ezeket az eseményeket lemondjuk. Nyilván előkészítünk egy vészhelyzetet arra vonatkozóan, hogyha neten ez az időszak meghosszabbításra kerülne, hogy akkor mi fog történni, és mindenkit szeretnék megjutatni a tekintetbe, hogy arra törekszünk, hogy megoldásra jussunk a látogatóinkkal és a vásárlóinkkal és a nézőinkkel. Tehát egészen biztosan mondhatom azt, hogy a produkciók egy másik időpontban jó részt meg lesznek tartva, amelyik produkciókkal nem tudunk egyességet kötni, ott pedig természetesen egy jegyárakat vissza fogjuk fizetni. Most én arra szeretnék mindenkit megkérni, hogy az információs pultunkban és a, és a egy vásárlás közben vagy a értékesítési pontjainkon. Ö, Ilyen jellegű kérdésekkel, ha kérhetem, most ne terheljék a munkatársaimat, nem fognak tudni sajnos most több információt mondani erről a kialakult helyzetről. Dolgozunk azon, hogy meg tudjuk oldani és tényleg jó megoldásra át tudjuk hidalni ezt a problémát. Én mindenkinek a megértését és a türelmét kérem, és bízunk abban, hogy ezekkel az intézkedésekkel a helyzet súlyosbodását nem fogjuk elősegíteni. Napról napra, sőt, napról napra, hát órával változik a helyzet itt vagy a Szexádon is, és folyamatosan próbáljuk lekövetni azokat a lépéseket, amelyek történnek, illetve azokat az eseményeket, amelyek történnek, hiszen folyamatosan zajlanak a rendezvények iskolákban, obodákban, kulturális központban, és a központi utasításnak megfelelően kell erre válnunk.